Üdvözlet mindenkinek! 2023. május 3 van itt az infobaba.hu weboldalon. Ezúttal egy videót találtam a Bizony Isten YouTube csatornán. Én azt javaslom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a videót, hogy a teljes képet megérthesse ez agapé, miben rejlik a női erő. Ez a videó 11 hónappal ezelőtt került fel, ahol a műsorvezető négy hölgyel beszélgetésén itt találtam néhány olyan gondolatot, amit mindenképp meg szeretnék osztani azzal, akit ez érdekel, mielőtt nekivágnánk ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, érdekesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Nyitó gondolatként annyit, hogy nem szeretnék bántani senkit, meg megbántani, vagy esetleg megalázni, illetve támadólag fellépni. Az igazság azonban az igazság, és ezt meg kell értenie mindenkinek, hogy mióta a kereszténység egyfajta szervezett vallásá változott, onnantól kezdve az a mély repülés, ami most már zuhanó repülésbe ment át, megkezdődött. Már a korai zsinatok idején létezett az a törekvése a kereszténységnek, különösen a kereszténység vezetőinek, hogy konszolidálják a lehető legtöbb embert egy hatalom alatt, ugyanis ez jelenteni számukra a legtöbb követőt, erre végtelen törekvés volt az évszázadok során, és ez nem halt ki, ez a gondolat, ez mind a mai napig létezik, most úgy hívják, hogy ökumenikus mozgalom, amelyhez néhány gondolatot idéznék, ez Egyetemes Egyház Történelem könyve Tonhajzer Tibornak, ahol arról ír a 259. oldalon, hogy 1910-ben Edinboróban tartották a protestáns egyházak képviselői a modern ökumenikus mozgalomnak az alapító konferenciáját. Érdekes lehet mindenki számára, hogy ez az ökumenikus mozgalom úgy tűnik, hogy a protestáns egyházak kezdeményezésére indult el, sőt kezdetben a katolikus egyház kifejezetten ellenállt ennek, ugyanis nem akarta elveszíteni a hatalmát, különösen azt a hatalmát, amit ugye a hívői fölött gyakorolt, nem akart keveredni a többiekkel, félt attól, hogy ez az ő befolyásának csökkenéséhez fog vezetni. Már 1921-ben létrejött egy nemzetközi missziós tanács, amely az első felekezetközi ökumenikus szervezet. A 20. század elején tehát megindult egyfajta egyesítési mozgalom, amivel az összes vallást szerették volna egy tető alá hozni, találván valamilyen közös nevezőt, ami nyilván a legszélesebb, vagy a legnagyobb közös nevező lesz. Nem akarok hosszasan beszélni erről, de szeretném, ha mindenki látná és érteni az összképet, hogy hogyan is fog ebből kialakulni majd egy világvallás, illetve mennyire közel is járunk ehhez, hogyha megnézzük majd ezt a videót, legalábbis néhány részt, ha már Magyarország is itt tart, bár ez a kép persze nem Magyarországról való. Ha gondolkozzon el mindenki azon, hogy a 20-as, -30 30-as években az ökumenikus mozgalomnak a jelszava folytatván a könyvet, a tan elválaszt, de a szolgálat összeköt. Ami azt jelenti, hogy fontosabb a szolgálat, mint a tanítás, mint a doktrina maga. Mi az a teológia, amihez egy-egy felekezet tagjai ragaszkodnak, illetve ami összeköti ezeket a tagokat? Ez egy fontos dolog a kereszténység számára, hogy mi az, amit gondolunk a Teremtőről, az Ő Szaváról, illetve egyáltalán az üdvösséghez vezető útról. Szóval ettől is fontosabb a szolgálat, ami azt jelenti, hogy már a kezdet kezdetén ők feladták azt, hogy mindenki majd törekedni fog a saját elgondolásának az érvényesítésére, sokkal fontosabb ettől az, hogy együtt működjenek ezek a végtelen számú felekezetek. Amar eljutott odáig ez az egész mozgalom, hogy 1948-ban megalakult az egyházaknak a világ tanácsa, amelynek a székhelye az Genfben van, és ez azoknak az egyházaknak a közössége, amelyek, ahogy ők fogalmaznak, a mi Urunk Jézus Krisztust, mint Istent és üdvözítőt elfogadják. Ez tehát a legnagyobb közös nevező. Félretesznek mindent, mindenféle tambeli különbséget, és legyen csak annyi az összekötő kapocs, hogy mindannyian elfogadjuk Jézus, mint Istent és mint üdvözítőt. A század végén 1961-ben annyiban módosították az elképzülésüket, hogy hozzáadták ehhez, hogy elfogadják Jézust, hogy együtt törekszenek betölteni közös elhívásukat az egyisten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére. Tehát a Szent Háromság is bekerült ebbe a manifestó jellegű missziós nyilatkozatba, vagy motóba, hogyha úgy tetszik. Mindössze ennyi, ami összekapcsolja ezeket. Ezért lehetséges az, hogy mára ez az ökumenikus mozgalom majd, hogy nem minden felekezetet magába foglal, és bekebelezett mindent, és visszakerültünk ugyanoda, ahonnan el akartak folyamatosan a reformátorok távolodni az évszázadok során. Mindig ez volt a probléma, hogy kialakul egy nagy közösség, aztán az, az, felhígul, ellaposodik az egész, néhányan rájönnek, ki akarnak válni. Erről szólt a reformáció. De erre nincsen lehetőség, mivel most megint már hömpölyög ez az ökumenikus mozgalom. Most képzelje el mindenki azt, hogy 1991-ben, szóval 70 évvel nagyjából a kezdetek után már 317 tag egyháza volt ennek a szervezetnek, és 350 millió keresztény képviseltek több mint 100 országból. De most jön a lényeg, hogy a katolikus egyház kezdetben tartózkodóan lépett fel, aztán ugye megerősödött a második világháború alatt, illetve az Amerikával kötött szövetség után, a kommunizmus elleni harc során, és ami fontos az az, hogy kezdetben igen tartózkodóan, ez 268. oldalval két érdekel, sőt mondhatni bizalmatlanul nézte az ökumenikus mozgalmat. Azonban rájött, rájött, hogy az elhatárolódásra semmit sem oldhat meg, ezért hát jobb lesz, ha részesévé válik a feltartóztathatatlan folyamatnak, míg nem alkalmasint átveheti az irányítást felette. Ez volt a katolikus egyház új egyház politikájának a lényege, amely kifelé csak szép és nemes gesztusnak hatott. Később tartottak egy zsinatot 1962-65-ig ahol 2500 részevő volt, és 18 nem katolikus egyház is képviseltette magát. Úgyhogy hamar rájöttek, hogy mi is a dolgok állása is hogyan változnak majd az események, és át akarták venni a hatalmat e fölött. Ezért látjuk azt, hogy mára az összes ökumenikus jellegű mozgalmat a katolikus egyház kezdeményezi. Látszólag tehát nyitott a katolikus egyház e felé, a mozgalom felé, azonban ugyanezen a zsinaton, ami a másik vatikáni zsinat, azt határozták meg, hogy az üdvösség minden eszköze csak a katolikus egyház által elérhető, azaz kizárólag ez a szervezet az üdvösség egyetemes közvetítő eszköze. Úgyhogy nehogy valaki abba ringassa magát, abba az álomba, hogy ők megváltoztak, és most már majd egy nagy közösséget fogunk alkotni, a katolikus egyház még mindig azt az álmot kergeti, hogy ő lesz a világ ura, és igen, közel jutott hozzá. A végcél fogalmaznak természetesen a Péter vezetése alatt álló egyetemes, vagyis katolikus egyházba való önkéntes beépülése mindenkinek. Én végtelen érdekes dolgot találtam itt, az egyik a következő, az a 269. oldalon, a stílusváltás annak tudomásvételét is jelentette, ugye katolikus részről, hogy a misszió, illetve a térítés korszaka lejárt, inkább a felek közötti párbeszéddel, dialógussal érdemes próbálkozni most már, ami azt jelenti, hogy az üzenet eljutott a világ minden pontjára, most már csak szépen az egészet össze kell húzni a katolikus egyház irányítása alá is, mivel annyira felhígult az egész kereszténység, mint látni fogjuk majd ebben a videóban, amennyire, ezért ez lehetséges, hisz mindenki most már csak azt kell, hogy elfogadja, hogy Jézus az Isten, ő az üdvözítő, és a Szent Háromság az, akinek a dicsőségét szolgáljuk. Ennyi kell, hogy az új ökumenikus egyháznak valaki tagja lehessen. Minden mást félre lehet tenni, hisz az elválaszt minket egymástól, keressük meg inkább, hogy mi az, ami összeköt minket, és így készen áll az egész világ az egyetemes egyházra. De ami megdöbbentő, odáig fajult ez az egész, hogy ez a zsinat azt a is kijelentette, ugye, vagy meghatározta, hogy a világ vallásoknak mindegyike értékes, hiszen választ keresnek az emberi élet megoldatlan kérdéseire. Ezek a válaszok sokszor eltérnek ugyan a keresztény választól, eltérnek a válaszok a keresztény választól. Az igazság bizonyos elemei mégis megtalálhatók ezekben a vallásokban, más vallások révén is lehet üdvözülni. Mert Krisztus az ő szívükben is munkája kegyelmet, noha ők nem tudnak erről. Már ez a látvány megszokott a képen, hogy a pápa, a római katolikus, illetve az ortodox pópa együtt szerepel, azonban ez 1054-ben bekövetkezett egyház kezdve, 1964. januárjáig nem így volt. Ez a mozgalom volt az, ami létrehozta ezt a látszólagos békét a keleti és latin vagy a római katolikus egyház között. Visszavonták a kölcsönös kiközösítést, de azonban még nem állt helyre teljesen ez a szakadásnak a begyógyítása. Zárásképpen pedig annyit erről az ökumenikus mozgalomról, legalábbis ami az egyház történetet illeti, hogy 1991-ben Kanberában tartották a hetedik nagy ahol 6 pontot fogalmaztak meg, melyek közül az ötös a következő. Az ökumenikus mozgalom optimista jövőképet tár az emberiség elé. Egyre több teológus hirdeti a jelen félelmeivel szemben, hogy a Föld nem pusztulhat el, sőt, kialakuló globális egységben boldog békeállapot aranykor valósítható meg. Egyfajta spirituális evolúció reményében vallják, a világ odáig fejlődik, hogy Krisztushoz hasonlóvá, vagy mint egy Krisztusivá lesz, megvalósítja az ő elveit, amiért dolgoznak tehát az egy aranykor, amit meg akarnak valósítani itt a világon. Ez a nyílt célkitűzése az ökumenikus mozgalomnak. Ezért hát nem is meglepő, hogy az aktív részvétel mondják, illetve az együttműködés a világi hatalmakkal a békés és egységes világ megteremtése érdekében természetes igény az ökumenikus mozgalomban. Békés és egységes világ megteremtése érdekében együtt dolgoznak. Ne felejtse el senki, hogy a 20. században járunk most, és a mozgalom mára eljutott, hogy nyílt célkitűzése az új világrend és a világvallásnak a kialakítása egyfajta aranykor vagy a béke elérése. De most visszaugrok a 18. oldalra ugyanebben a könyvben. És azt olvashatjuk, hogy Róma a nagy Sándor féle hellenisztikus birodalom felélesztőjének tartotta magát. Mivel ténylegesen a világ nagy Sándorral megkezdett egyesítését tetőzte be, fontos, hogy rövid kitekintést tegyünk erre az eredetre. Tehát Róma ezt a fajta politikát, célkitűzést akarta megvalósítani. 300-ban időszámításunk előtt volt Nagy Sándor, míg most a 20. században újra erről van szó. Nagy Sándor, idézem, után a világtörténelem arculata alapjaimban megváltozott. A korábbi politikai vallási struktúrák összeomlanak, fokozatosan helyükre lép az ökumené fogalma, valamint a kozmopolita és az univerzalista irányzatok. Az emberi faj alapvető egységének felfedezése minden ellenállás dacára elkerülhetetlen volt, és Nagy Sándor olyan világról álmodott, amely nem tagolódik külön-külön államokra, hanem egyetlen várost alkot, egyetlen isteni törvény alatt. A Római Birodalom katonai sikerei után egy idézet egy híres kutatótól, ez a 20-as oldalon található ebben a könyvben: Róma te megalapítottad a Föld egyetemes demokráciáját az egy legjobb ember uralma és kormányzata alatt, melyben minden ember összegyűlik, mint egy közös fórumon, és mindenki megkapja, amit érdemel. Róma, te váltál az emberiség általános vezetőjévé, előmozdítottad a különböző népek egymás közötti házasságát, és az egész lakott világból egyetlen családot alkottál. Már akkor a római birodalomnak a célkitűzése az volt, hogy a globális egyetemes civilizáció eszméjét meg tudja valósítani, és ezen dolgozott a római birodalomnak ez volt a célkitűzése: hogy az egész lakott földet egy család keretei közé vonja, ahol a törvényes pluralizmus fölött közös jog és rend uralkodik. Úgy, mint hogy van egyfajta több pártiság, mint pluralizmus. Többféle családos, stb., de egy közös jogrend az, ami mindenek fölött van, az egy legjobb ember vezetésével. Még a szerző is megjegyzi a 22. oldalon, hogy érdemes megfigyelnünk a Hellén és a római korszak jellemzésére használt alapfogalmakat, mint a békesség és biztonság, közös nyelv, egységes vallás, ökumené, egységes jogrend és világpiac, melyek ismerősek a ma embere számára, hiszen ezek szükségszerűségének hangoztatásával tele van a média, mintha semmi sem változna, s a történelem új és új kiadásban ismételné önmagát. Na de ezek után kezdjük el ezt a videót, hogyha valaki túlélte ezt a hosszú bevezetőt, mielőtt neki mennénk ennek. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Azt szeretném demonstrálni ezzel a rövid elemzéssel vagy reakcióval, hogy Akármennyire is úgy tűnik, hogy Kelet-Európa vagy Magyarország le van maradva a világhoz képest, a kereszténység ugyanúgy nem képviseli azt, ami helyes, nem áll ellen egyáltalán a szekuláris nyomásnak, és hagyja, hogy az átvegye a hatalmat fölötte. Ennek az oka ez az évszázadokon át tartó hígulás, ezért is próbáltam ezt most ezzel a rövid negyedórás bevezetővel érzékeltetni azok számára, akik esetleg nem ismerik ezt a jelenséget, vagy nem értik, hogy ez a folyamat, ez több ezer éve megy, ahogyan a Biblia azt leírta. Végig, mindvégig ezen dolgozott a világ vezetése, hogy kialakulhasson, világrend, ez az egy világ falu, amiről álmodott Nagy Sándor, ugye akkor. Az ellenség lesz természetesen a vezetője ennek, és a jól ismert elemek, amelyeket mindenki már kívülről tud. Nagyjából semmi különbség nincsen ma egy keresztény sem külsőleg, sem életvitelben, viselkedésében, illetve egy világi ember között. Csak el kell majd fogadnia mindenkinek azt, hogy igen, Jézus a megváltó is van, ez a szent háromság dolog, vagy ki tudja, mit találnak ki ennek az új világvallás közös nevezőjének. Ezért akartam érzékeltetni, hogy már ahogy így felhígult a kereszténység, könnyű lesz őket bevonni, hiszen már így is mindenki olyan lany amilyen. És a feminizmus különösen romboló hatást gyakorol az egész világra, de az, hogy idáig fajult a helyzet, hogy keresztények így néznek ki, és így kommunikálnak, meg így beszélnek a dolgokról, az szerintem mindenképpen jelzés értékű. Szóval nézzük. Milyen kihívásokkal és elvárásokkal kell szembenézni egy nőnek a XXI. században? Miben rejlik a női erő? És miként változtat meg valakit az, ha édesanyja lesz? Az Agapé májusi adásaiban a női lét kérdéseire keressük a válaszokat, elsőként az élet különböző területein sikeres hölgyek társaságában. Pontosan ők lennének azok, akiknek hirdetniük kellene egyfajta bibliai életmódot. Nem olyanná válni, mint a világ, hanem pont fordítva példát mutatni a világnak arra, hogy hogyan is kell élnie egy keresztény nőnek, vagy jobban mondva azt csinálják, hogyan kellene élnie egy valóban a megváltott követő nőnek. Mert a kereszténység az nem más, mint egyfajta trendi spirituális mozgalom, legalábbis az új. Mostanában elkezdődött ez újra trendi lenni, hogy valaki keresztény. De nem azért, mert erkölcsös, hanem azért, mert olyan, mint a világ csak azt mondja, hogy ő keresztény. Ez például Sarah Jake Roberts, Tiri Jake-nek a lánya, aki az egyik legismertebb igehirdető az Egyesült Államokban, és ő most már a vezetője annak a Vallási birodalomnak, amit az apja felépített. Ez úgy néz ki, valaki azt gondolja egy első ránézésre, hogy fú, ezek aztán keresztények a javából. Nem, mert ugyanolyan a kereszténység, mint a világ. Még nézze meg mindenki ezt a képet, és döntse el magában, hogy így első ránézésre mi az, ami eszébe jut. Az jut eszébe, hogy fú, igen, Jézus tanítványai beszélgetnek egy asztalnál, az ígéről, és próbálják megérteni azt, illetve kidolgozni a stratégiát, hogy hogyan fogják eljutatni azt a világhoz, mert ha igen, akkor komoly baj van a fejében, hogyha bárki azt gondolja. És mondhatjuk azt, hogy ó, nem számít a külsőség, mert nem az... Nem, nem, ez nem így van, számít a külsőség. Nem lehetünk olyanok, mint a világ, hisz aki úgy néz ki, mint a világ, az a világnak a részét képezi. Meghatározta nekünk, hogy hogyan kell kinéznünk, hogyan reprezentálhatjuk őt. És első ránézésre az, amit ők csinálnak, az egyáltalán nem így van. Csak egy villámgyors példa erre. Azt írja Péter az első levelében, hogy hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek. Ez még vissza fog térni majd az interjú során, szóval mindenki csak füleljen, de a lényeg az, hogy engedelmeskedjenek, és ékességük ne legyen külső hajuknak fonogatásából és aranyok felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett ember a szelíd, csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Elohim előtt. Hát úgy néz ki ez az egész kép, amit ők itt reprezentálnak, mint valaki betartaná ezt az egyszerű utasítást, és nem azt akarom mondani, hogy zsákruhába kell járni, meg mit de megvan, hogy hogyan kell prezentálnunk magunkat hogyha mi azt mondjuk, hogy mi követjük őt és ugyanígy néznek ki bármelyik másik beszélgetés műsornak a vendégei semmi különbség nincs ezek közt vagy ezek közt, ami azt jelenti hogy nem lehet felismerni már ránézése sem, hogy ki az aki valóban követi a megváltót és ki az, aki nem? A feminizmus erősödésével azonban van egy másik dolog, ami ennek ellentétesen hat, és ezáltal rontja a folyamatot, az a férfiaknak az elnőjesedése vagy feminizálódása, ami tökéletesen látható ezen a műsorvezető. Keresztények lennének azok, akik állításuk szerint képviselik azt az értékrendet a világban, amit a megváltó képviselt, mikor itt járt. És a képen látható John Cooper, aki a Skillet keresztény rock együttesnek az alapító és vezető tagja. Erről ez pontosan az, amiről beszéltem, mikor a kereszténység és a világnak a házasságát próbáltam felvázolni így az elmúlt percekben. Ki az, akinek első ránézésre az jut eszébe, hogy ez az ember egy keresztény együttesnek a tagja. Senki, zéró embernek, mint ahogyan itt sem jut eszébe senkinek az, hogyha nem hallgatja, hogy, mi, hogy mit vallanak magukról ezek az emberek ebben a videóban, hogy ők keresztények. Ami egy probléma, egy óriás probléma, ugyanis az első benyomás is már ellentétes azzal, mint amit szeretnének. Tudom, hogy végtelen videót csináltam már erről, de ez a folyamat ez nem most kezdődött, azonban mára annyira áthatott az egész társadalmat, hogy szerintem fel sem tűnik a többségnek, és nem akarom bántani, vagy ezekhez hasonlítani ezt a műsorvezetőt, de amikor megszólal, az mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen, hogy, hogy valami nem stimmel azzal, ahogyan ő reprezentálja a férfi nemet, főleg úgy azon a, szemüvegen keresztül, amit a bibliai írások számunkra rendelkezésre bocsájtana. A szupererőre rákapcsolódnék, mert az a benyomásom van, és közben egyben jó ételget kívánok a vacsorához nektek, hogy erős nők ültek ide az asztalhoz. <coughs> Ez csak ugyanazok a szlogenek, amiket a világ használ. És akkor most mindenki gondolja át, hogy vajon ez-e az a férfi, amit ő szeretne nevelni a gyerekéből. És nem azt akarom mondani, hogy ő értéktelen, vagy én jobb vagyok, vagy mit tudom én mi. Én csak pusztán arra akarok kitérni, hogy vajon, amikor nézzük azt, hogy mi az, amit a Biblia mond a férfiasságról, akkor ez jut-e eszünkbe, ahogyan ő viselkedik ott? És rá fog jönni mindenki, hogy nem. És ami még fontosabb az, hogy nincsen szükség arra, hogy még a keresztény csatornák is tolják a feminizmusnak a szekerét, mint ahogy ők csinálják. Semmi szükség arra, hogy ezekről a nonszenzikus dolgokról beszéljünk, hogy erős nő, hogyan valósítja meg magát. Az ellenkezője az, amiről beszélnünk kellene, hogy mi a nő feladata a családban, meg az írások szerint, és hogyan tud annak megfelelni nem a 21. századnak, meg a 20. századnak, hanem az írásoknak hogyan tud megfelelni. És annak semmi köze nincs ahhoz, hogy ő milyen erős, vagy milyen erősnek hiszi magát. És akkor Csilla hozok tőled egy idézetet, hogyha, ha megengeded. Egy helyen azt írott, hogy abban segítesz nőknek, hogy a saját női erejüket felismerve ki tudjanak bontakozni minél jobban, mint nők, csupa nagybetűvel. Úgy kellene kibontakozniuk, mint családanyák, mint anyák, mint feleségek, mert ez a nő feladata és szerepe, amit a teremtő rábízott. Nem az, hogy a karrierét építse, vagy mit rövén hány csoportnak legyen a vezetője, vagy kiteljesedjen a munkájában. Az a férfi feladata. Mindegy, hogy mi az, amit a világ most mond, vagy mit gondolnak az emberek róla, vagy mi az, ami politikailag korrekt, vagy mit várnak el tőlünk. Nekünk ahhoz kellene ragaszkodnunk, amit az írások meghatároznak számunkra. És ha valaki nem érte ezzel egyet, akkor Pál szavaival nem ért egyet, nem velem. Azt mondja Pál, hogy hasonlóképpen az idősebb asszonyok. A külön választottakhoz illő magaviseletűek legyenek nem patvarkodók, ez a vénasszonyokra vonatkozik, vádlók, mint amit csinálnak az öreg asszonyok, csak nem a borivásak a rabjai, jóra oktatók, oktassák a jóra, kiket hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Ez lenne a nő feladata, hogy a férjét és a magzatait szeresse. Mi még, hogy legyen mértékletes legyen, józan gondolkodású, legyen tiszta, hagnosz tiszta, mint szent. A, nő legyen szent, nem, nem vezető, meg erős nő, meg mit tudom mi. Legyen házias, a házatörző, a, a házal törődő, otthon teremtő. Egyébként az ojkosz, mint ház, illetve a védelmező, mint őr, nek az összesítése ez a szó. Vagyis, bocsánat, ez egy összetett szó. Szóval házias legyen a házat őrző, legyen jó, a férjének legyen engedelmes, hogy Elohimnek a beszéde ne káromoltassék. Ez lenne a nő feladata. Nem az, hogy milyen vezető tud lenni a cégben, meg milyen okosságot tud mondani a tévében. És nem mondom kétségbe, hogy szükség van arra, hogy dolgozzon, meg a képes rá, meg akármi. A lényeg az, hogy mi az, amit az írások mondanak, nem mi az, amit a világ vár el tőlünk. Na akkor segítsetek megragadni, mi ez a szupererő, mi ez a női erő. Évtizedekig lehetne elemezni ezt a videót, de most meghallgatjuk, hogy mi az, ami szerintük az, ez a szupererő, aztán megmutatom, hogy milyen egyszerűen leírja az írás, hogy mi ez a szupererő, de nézzük. Az exactly. a szuper erő, szerintem az a, a szupererő, abban, abban is eredik, hogy, hogy mi merjük vállalni a gyengeségeinket is. Tehát egy, egy olyan őszinte nyitottságot, tehát egy olyan kinyilvánítás, amiben minden benne van, és őszintén benne benne, szerintem ez a, a lényeg. Minden benne van, de így kell beszélni és nem mondani semmit. Az erő, hogy, hogy van a, van a hagymahéj, és akkor mi nem abban a kis hogy belül valahol rejtetten a, a legmélye, legközepe, ami a legfinomabb, azt, azt ott takargatjuk, hanem ez, ez kinyílik. És és hát van, akinél ez előbb, van, akinél később, de szerintem a nőknek ez az eleje. Én... Térjünk vissza arra, hogy mi az, amit az írások mondanak, hiszen elméletileg ez egy valamiféle keresztény műsor, úgyhogy nem is kellene itt a nagy filozófiákat hangoztatni. Azt mondja Péter, hogy ezeknek a nőknek az ékessége, az ékessége ennek a nőnek, ez koszmosz. Gondolkozott valaki azon, hogy a kozmetikum az honnan származik, mert akkor nem kell tovább töprengnie rajta, az innen származik. A koszmosz világ, teremtett világ szóból. Ugyanis ez jelenti azt is, hogy ékesség vagy dísz. Erre utal ugye Péter itt. Hogy ezeknek a nőknek az ékessége az ne legyen a külső hajuk fonogatásából, az arany felrakásából, vagy az öltözék felvevéséből, hanem a szívnek elrejtett embere, egy szelíd, egy csendes lélek romolhatatlanságával. Ez legyen az ő ereje. Mert így ékesítették magukat hajdan régen. Ez koszmeó, ugyanebből a szóból, ékesíti magát. Ezek a különválasztott vagy szent asszonyok akik reménykedtek Istenben, engedelmeskedvén az ő férjüknek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. Mi a különbség köztük és a világ között? Semmi, abszolút semmi. Ugyanúgy beszélnek, ugyanazokat az értékeket képviselik, sőt, most már erőről beszélnek, meg függetlenségről, meg mit tudom én miről, hogy hogyan lesznek ők nők. Ugyanezt mondja a világ is. Semmi különbség nincs egy keresztény, és a világ között. És tényleg nem akarom, hogy bár bárki ezeket az embereket kiröhögje el, vagy megalázza, vagy akármilyen, nem ez a cél. Csak né a arról beszélek, hogy milyen szuperereje van, meg milyen erős a nő, meg ezekről a dolgokról, és közben itt, itt van egy ilyen mondat. Megkérdeztem a tőlük, hogy hogy vannak, és rám került a sor, hogy én hogy vagyok. El nem tudtam képzelni, hogy mondjuk elmondjam, hogy milyen jól vagyok, miközben én most vesztem össze a kamaszlányommal, két napja a mosolyszünet van a férjemmel, egyébként több bizonytalan vagyok azt illetően, hogy nem tudom mi, és akkor nem tudtam azt csinálni, hogy ezt nem mondom el. <laughs> több bizonytalan vagyok abban, hogy nem tudom mi. Hogy, hogy is beszélhet valaki arról, hogy ő erős, meg mit tudom én milyen oszlopaján egy-egy közösségnek, hogyha az problémát okoz, hogy összevesz a kamasz gyerekével, vagy mosolyszünet van a férjével. Aki erős, annak ez nem okoz problémát. Világos, nem mondhatjuk azt, hogy valaki erős, meg független, meg mit tudom én micsoda, miközben ezek problémát okoznak neki. Aki erős, az azért erős, mert az nem rengetik meg ilyen dolgok. Igen, ő lehet egy erős nő, de összességében véve, aki erős, az nem érrekli, hogy összeeszett a kamaszlányával, vagy mosolyszünet van a feleségével, vagy mit tudom én mi van. Az megy tovább, mintha mi sem történt volna. Ez a gondolkodásmód az, ami megfertőzi az embereket, hogy valaki lehet erős, meg közben még az érzelmei, mit tudom én, milyen hullámzásokat, meg viharokat kavarnak fel belül és ami még zárójelben magunk közt megjegyzem, az az, hogy ugyanazzal a hangsúlya, meg hangon beszél az a férfi, mint a nők. Szóval nem tud valaki erős lenni úgy, hogy ezek a dolgok megrengetik, meg közben belül ezeken ő filozofálgat. Megyek tovább, akármi történik körülöttem, úgyhogy ha valakit érdekel, hogy mi a férfi a módja? A férfi a módja az, hogy valaki felelősséget vállal, és megy előre, csinálja, Mindenféle nehézségek ellenére, külső vagy belső legyen az. Úgyhogy ők itt csak bizonságot tesznek arról, hogy nem erősek. Erősek úgy, mint nők. Oké, okay, persze, de összességében véve egyáltalán nem. És ő is ezt fogja most bevallani, ő maga fogja ezt elmondani. Pont azt gondoltam, és egyébként egy csomó női csop is ezt jelezte vissza, akik oda jártak, hogy tulajdonképpen Ilyen szikla leesett a, 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 a lelkükről, hogy ott ül az úgymond erős nő, mert meg valami, vezető, és kiderül, hogy hát igazából pont olyan, mint én. Így van, ez a lényeg, pont olyan, mint mindenki más, az erős nő pont olyan, mint mindenki más. Van egy külső álca, vagy úgy tűnik, hogy ez erős, meg független, meg akármi, miközben belül ugyanazok a harcok dúlnak, mint ami mindenki másban és ugyanúgy hatással vannak a viselkedésére, mint mindenki másnak. Ezért van az, hogy évezredek óta mindenféle vezető mindenhol férfi volt. Pont olyan, mint én. Pont olyan. Hát én, én tényleg azt gondolom, hogy a Biblia is mondja, és ahogy te mondtad, hogy a gyengeségünk is az erőnk, és ennek a megosztása és felvállalása abszolút. A Biblia nem mondja azt, hogy a gyengeségünk az erőnk, legalábbis én nem találkoztam még ilyen mondással a Bibliában. Ezt a világ biblia mondja, azt a világi emberek mondják ezeket az ostobaságokat, amik semmiféle alapja nincsen a Bibliában. Nem kell érzelmesnek lennem, nem kell a gyengeségeimet hangsúlyozni, nem kell foglalkoznom az érzelmeimmel, meg a belődúló viharokkal, csak mennem kell tovább előre, hitte, hogy majd megsegít és túljutok rajta. Ezt csinálja egy vezető. Mindenki más azt csinálja, amit ő. Elmeséli a problémáit, megosztja a gyengeségeit, meg a mit tudom én mieit. ezért vannak női csoportok külön. A vezetők ezért nem voltak soha férfiak, és az a probléma a világa, hogy most már nincsenek is férfiak, akik alkalmasak lennének a vezető szerepre, így tehát kénytelenek a nők előállni. Ha már itt tartunk, megmutatom ezt, ami már oly sokszor előkerült, csak még nem beszéltem róla. Ez Európában egy felmérés, miszerint az európai kereszténynek, magukat kereszténynek való emberek közül 22 százalék az, aki havonta vagy gyakrabban jár misére. 91 százaléka a, a nyugat-európai lakosságnak ennek ellenére meg van keresztelve, 91 százaléka, 81 százalékát nevelték úgy, mint keresztényt, 71%-a vallja magát kereszténynek, és 22 jár templomba ezek közül. Ezért tart itt a világ, ahol tart. Ezért mondja azt mindenki magáról, hogy ő keresztény, mint ahogy ők is, de közben a viselkedésében, vagy a külsejében semmi nem utal arra, hogy ő keresztény lenne. Itt van országokra lebontva, hogyha valakit érdekel, ez részletesebben meg tudja nézni, ez pewresearch.org, és akkor ezen a linken elérhető ez. Az országok túlnyomó többségében az emberek még mindig azt mondják, hogy ők keresztények, de nem gyakorolják ezt. Érthető? Mert elég csak azt mondani, hogy a én keresztény vagyok, engem Jézus szeret, azt lát. ennyi a lényeg, idáig sűjtett ez az egész vallás. Ezek az emberek, akik nem gyakorolják már a keresztény életformát, ezek támogatják a legális születés úgy, mint hogy az abortuszt, illetve az azonos neműek házasságát is. Sőt, azok közül, akik még járnak templomba, azok is egy jelentős része támogatja ezeket a társadalmi mozgalmakat. Itt van ez a táblázat, ahol láthatjuk azt itt bordóval, hogy templomba járó keresztények, illetve nem gyakorló keresztények, nem gyakorló az, aki nem jár templomba, egyáltalán a templomba járó az, aki havonta legalább egyszer ha megnézzük az abortussal kapcsolatban, a templomba járók 52%-a, a nem templomba járók 85%-a támogatja ezt, hogyha a melegházasságról beszélünk, a templomlátogatók 58%-a, míg a nem gyakorlók 80%-a. Úgyhogy ennyit a kereszténységre. Ezért mondtam azt, hogy a kereszténység vége, vége van befellegzett neki. És ennek ellenére azt mondja 97%-a a templomba járóknak, hogy ők a gyerekeiket kereszténynek nevelik igen, kereszténynek nevelik, mert ezt jelenti a kereszténység, hogy elfogadom az abortusz, meg a melegházasságot. Hogyha ez jelent a kereszténység, akkor nevelhetem kereszténynek. Egyébként 24.600 embert kérdeztek meg 15 nyugat-európai országban telefonon keresztül ebben a kutatásban. De végestelen végig megdöbbentő statisztikák vannak erről az egészről. Az első százalék itt azt jelenti, hogy úgy hisz Istenben, ahogyan azt leírja a Biblia. A második az, hogy valamiféle más felső erőben hisz, és a harmadik pedig az, hogy egyáltalán nem hisz semmiben. Az átlagos lakosságnak 38%-a hisz valamiféle felső erőben, de nem úgy, mint a Biblia írja le. Középen azok közül a keresztények közül, akik templomba járnak, akik templomba járnak, azok közül 32% hisz valamilyen felső erőben, de nem úgy, ahogyan azt a Biblia leírja. Azok közül a keresztények közül, akik nem gyakorlók, de annak vallják magukat, mindössze 24 hisz abban az Istenben, amit a Biblia leír, és 50 az egy másfajta felsőbb erőben hisz. Mikor a kérdés az, hogy ki szerint változtatja, illetve alakítja a tudomány az életünket úgy, hogy a vallás szükségtelen az életben, a templomban járó keresztények közül ez a bordó ennyi százalék mondja azt, vagy ért egyet ezzel erősen. Szóval Ausztriában a templomba járók 13 százaléka úgy gondolja, hogy a tudomány az a vallást szükségtelenné teszi. Franciaországban a templomba járó keresztényeknek a 22 százaléka gondolja ezt. De mindenhol van legalább egy 15-20 százalék, aki egyet ért ezzel. Szóval itt tart most a kereszténység. És elérkeztünk az abortuszhoz, illetve a melegházassághoz. Természetesen nem azt állítom, hogy ezek az emberek itt az agapénál ugyanezt gondolják, vagy akármi, hogy ők gonoszak. Semmi ilyesmire nem akarok utalni. Azt akarom mondani, hogy az a felhígulási folyamat, amit tapasztalható itt, az világszerte tapasztalható, de különösen a fejlett nyugati országokban. Ausztriában olyannyira, hogy a templomban járó keresztények 46%-a egyetért a legális abortussal, és 42%-a a melegházassága. Belgiumban ugyanez 74 és 66%. Magyarul semmi különbség nincsen. 80% Dániában és 74% hogyha ezt a kettőt nézzük sorrendben. De mindenhol ilyen hihetetlen számok, majdnem 50%-os az elfogadottsága ezeknek az abortusznak és a melegházasságnak, a templomba járók köreiben is. Szóval mondja nekem azt valaki, hogy nem érkeztünk el egyfajta válaszúthoz és annak a végéhez leginkább. Itt van egy másik érdekes táblázat, ahol azt láthatjuk, hogy ki az, aki most keresztény, ez 55% Belgiumban, ahhoz képest, hogy 83%-ot neveltek kereszténynek. Ez 28%-os veszteség, ez mindenhol fennáll ez a veszteség csak nem ilyen százalékban. És ez egy emberöltő alatt, egy negyede az embereknek távolodott el a kereszténységtől. Ez pedig azokat mutatják, akiket úgy neveltek, ez a középső számsor, akiket nem vallásosként neveltek, tehát semmilyen vallással nem volt kapcsolatban, a bal pedig azt mutatja, aki most nem kapcsolatban a vallással. Ez a csoport viszont folyamatosan nyilván ezzel fordítottan arányosan ugyan, de növekszik. Tehát a nem vallásosaknak a tábora az jelentős mértékben nőtt egy generáció alatt, vagy nem tudom, hogy mennyit kérdeztek meg. Ez pedig mutatja a keresztény identitásnak az alakulását a különböző országokban, és mindenhol csökkenő tendenciát mutat ez még akkor is a különböző arányban. Ha jól gondolom, akkor a következő, aki megszólal, az Molnár Bánfikata. És nem tudom, hogy milyen családról beszél, de állítólag... Amikor megérkezte, elmesélhetett, hogy ezt az épületet akkor adták át, amikor az egyik felmenőd volt Magyarország miniszterelnöke. Szóval valami ilyen nemesi családból, vagy híresebb családból származik ez a hölgy. Igen, igen, ez így van. De, hát nagyon érdekes, hogy ilyen családból születni. És megláthatjuk azt is, hogy hogyan határozza meg a családi dinamika azt, hogy milyenné válik felnőttként a gyerek, ami azt jelenti, hogy a férfi női szerepek bár természetszerűen meg vannak határozva, módosíthatók a neveléssel. De én nem azt akarom mondani, hogyha eltérünk egy kicsit a gender irányba, hogy nem lehet egy hímnemű ember nő, mert betöltheti azt a funkciót, de természetszerűleg az nem az, amire az atya teremtett egy férfit, hogy az nőként funkcionáljon át lehet alakítani, mint ahogy a, ahogyan a társadalmat is sikerül feminizálni, meg ezt láthattuk, hogy végtelen módon lehetséges a férfiakat nőiesíteni, azonban ettől függetlenül még van egy természetes rend, és ő erről fog beszélni most. Mert azért azt várják a, ezekben a családokban a férfiak, hogy a nevüket tovább viszi a gyerek, főleg az első gyerek, és én ugye első gyerek vagyok, és hát lány lettem, szóval... Igen, ez a, a családban még volt egykoron egyfajta elvárás a gyerek felé. Ma már nincsen elvárás a gyerek felé, most a gyerek csak azért van, hogy egyen igyon, meg elmenjen főiskolára, meg hülyeséget csináljon, aztán a végén meg elfeledkezzen a szüleiről, és legyen egy YouTube streamer. De ez nem mindig volt így. Nem viszem tovább azt a nevet, de mindig azt gondolom, hogy az, amilyen én lettem, például a cégeket vezetek, vagy... Amilyen én lettem? Amilyen én lettem? Gyakorlatilag szinte csak vezetéssel foglalkozom. Csak vezetéssel foglalkozom. Az valószínűleg ebből a születési determináltságból jön. Az, az a családra vezethető vissza, az ahogyan nevelkedett. Én nem emlékszem, hogy tőlem azt várták volna el, hogy mondjuk szófogadó kislány legyek, vagy szolgálatkész. Vagy kö... Tőlem azt várták volna el, hogy mondjuk szófogadó kislány legyek, vagy szolgálatkész, vagy kötelességtudó, vagy kedves, hanem azt, hogy bátor legyek, erős legyek, okos legyek, önálló legyek, hát egy kicsit olyan ö, fiú, fiúsítva voltam. Ez nem jelenti azt, hogy... Ö... Oppá, tessék! Nem én mondtam, hanem ő. Ezek szerint van egy férfias, meg van egy nőies stereotípia, amiben az embereknek a nagy része bele kell, hogy tartozzon, különben a társadalom nem tud funkcionálni. És most sorolta föl itt, menjen vissza, mindenki nézze meg, hogy ő is tisztában van azzal, hogy ahogyan ő viselkedik, ahogyan ő nevelkedett, az nem nőjes. Szóval hogyan is lehetne az, hogy itt azt írják az emberek, hogy annyi erőt adott ez. Nagyon hálásak a műsor, csodálatos példaérték a, a műsor, nekem sok erőt ad és segíti a hitem erős, erősödését. Hogyan segíthetne az, ami nem biblikus, még csak nem is természetes, úgyhogy ő is bevallja, hogy ez nem természetes, ahogy viselkedik. Ne lett volna babám és ne volna barátnőim, csak, csak valahogy mégis ezek voltak a levegőben. És nem is az, hogy mindenki tisztában van ezzel, hanem elmondja még a műsorvezető maga is. De egy erre mondtad azt a nyilatkozatodban, hogy talán pont innen jön az, hogy mindig mindenért tudsz is felelősséget vállalni. Szóval a tudsz is felelősséget vállalni, ezek szerint egy férfias tulajdonság. Nem, Most a meg. számból a, szót, a felelősségvállalás az én kulcs szóval, és a külön... Szóval úgy, úgy nevelték föl, mint egy fiút, és annak, hogy valaki fiú vagy férfi, az, az az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb tulajdonsága, hogy ő felelősséget vállal azért, amit rábíztak, rá vagy amit ő magára vállalt. A meg a volt szó, szerintem. Szerintem így jók vagyunk egyébként mind az asztalnál is a felelősségvállalásban. Tehát... Igen, ami egy férfias tulajdonság. Ezért van az, hogy mind férfiasabbnak tűnnek beszédben, mint a műsorvezető, aki egy igazi, aki valódi férfi idézőjelben legalábbis a nemes szerint. ami szembe jön, ami, ami valahogy um, sorsszerűen, vagy gondviselésszerűen feladatként megjelenik az életünkben, hogy tudunk érte és akarunk is érte felelősséget vállalni. És végestelen végig ilyen gyöngyszemeket ez a hölgy dobál elfelé, mert most láthatjuk azt, hogy még ez nehezére esik a család, illetve a cégvezetést külön választani is az életében. Ezt érzem, hogy vannak rám bizottak, az biztos. Tehát a cégben is úgy vagyok jelen, hogy ott nehéz elválasztani aztán, hogy ezek nem a gyerekeim. Érthető? És ez azért van, mert ez nem egy nőnek való feladat. El tudja végezni egy nő? Abszolút el tudja végezni, hiszen ő is el tudta végezni nagyszerűen ellátja a feladatát. Nem erről van szó, de ha minden nő ezt szeretné csinálni, és minden férfi elkezd majd úgy viselkedni, mint a nők, akkor érdekes társadalomnak leszünk majd a tagjai, vagy lennénk a tagjai. Nem, nem, nem a testvéreim, nem, nem, hanem, a munkatársaim, tehát hogy más autonómiájuk. Igen. És ha már megyünk tovább, még ezt megmutatom, most nem tudom, hogy meddig tudok még menni tovább ebben az egészben, hogy ne legyen túl hosszú, viszont ez érdekes, amit mond, és ez alátámasztja azt, hogy az egyedülálló nők, vagy akár férfiak is, tehát azok a családok, amit úgy hívnak, hogy csonka család, az egyáltalán nem ideális sem a szülő, sem a gyerek számára. De nézzük, hogy mi az, amit mond a hölgy. De ez nagyon érdekes így a nagyszülőkkel, meg a nagymamákkal szerintem, nálunk is nagyon. Érdekesen lakott nekem, mind a két nagymamám ö, kitelepítésben nevelte föl a gyerekeit, úgyhogy a mind a két na egyik nagypapám börtönben volt, a másik meg nagyon korán meg. Azt akarja mondani, hogy egyedülálló nőként nevelték föl a gyerekeiket, nagyon nehéz körülmények között. Tehát mind a ketten egyedül kellett több gyereket, ö, nagyon keserves körülmények között kitelepítésben, az 50-es években fölneveljenek és mindig mikor uh, uh, arról fogadnak, hogy uh, ez a női erő. Igen, és ez tehát megerősíti a nőt. Nem azt jelenti, hogy olyan lesz, mint egy férfi, hanem felvesz férfias tulajdonságokat. Ezért ne, nem lesz egy természetes nő, amit leírt például Péter a, abban a versben, amit olvastam, illetve versekben, hanem egy férfiasabb formát ölt. Honnan jön, akkor mindig azt gondolom, hogy talán ezekből a példákból is, tehát itt valahogy a mi családunkban ez a tanulság, hogy valahogy meg kell oldani, akkor is ha egyedül van az ember, akkor is meg kell oldani. És ennek egyébként van negatív oldala is, tehát ez ez azt is jelenti, hogy ha arra redeszkedek be, hogy egyedül is meg tudjam oldani. Így van, ezt látja a gyerek mint példát, és aztán felnőttként ez lesz belőle. Mindazok a példák, amiket néznek a gyerekek most, az Interneten, illetve amiről tanulnak, azok az elméjükbe, besziváróba alakítják a viselkedésüket, mint ahogy ez nála is így volt. Akkor lehet, hogy az a férfi mellettem, azt ezt érzi, és ezt ez őt frusztrálja. Tehát például a mi házasságunkban ez egy fontos feladat, hogy, hogy ne. Érezi azt a férjem, hogy ő a nélküle is megoldanám az életet. És ezért ne érezi azt a férjem, hogy ő a nélküle is megoldanám az életet. És ezért ne érezi azt a férjem, hogy ő a nélküle is megoldanám az életet. És ez, ez, de azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy ez nem igaz. Bármennyire is azt szeretnék gondolni a nők többsége, hogy ő most már képes megoldani az életet egyedül, ez csak nem is lehetne távolabb a valóságtól. Hogyha nem dolgoznának férfiak a háttérben, akkor abszolút semmi nem létezne a világon, és a nők nem lennének képesek fenntartani a világot. Elég, ha mindenki csak abba gondol bele, hogy az infrastruktúrát, vagy az energiaszektort, de akár az ipart, vagy a mezőgazdaságot, ki az, aki működteti. Ki az, aki fenntartja, kivégzi az innovációt, és ezek mind férfiak kivétel nélkül? Ki az, aki fenntartja a rendet egy országban? Férfiak. Ki az, aki a tűzoltóságban dolgozik? Férfiak. Érthető? A nő nem tudná magát fenntartani a világban, már egy-egy vegyes világban. Ez csak azért lehetséges, ez a mai hogy történelmi anomália, mert teremtettünk egy olyan világot, ahol a bőségnek egy olyan szintjére jutottunk, hogy képesek vagyunk támogatni olyan foglalkozásokat, amelyek semmi hasznot nem hajtanak, ennek ellenére mégis fizetést lehet érte kapni. Mikor a világ visszakorrigál majd, és kipukkannak ezek a mindenféle gazdasági lufik, a, a játékpénz, az amerikai dollár, a felfújt ingatlanpiac, a szolgáltató szektor, ami fel van fújva, akkor majd mindenki meglátja, hogy a valódi értéket mindig is férfiak teremtették meg a gazdaságban. És nem azt akarom mondani, hogy a nőnek nincsen szerepe, a nőnek van szerepe, persze, hogy van, ez a nagy család, de mivel azt nem látja el, ezért kihaló félben van nemcsak a, nem a nyugat-európa, hanem az egész emberiség kihalna, hogyha így haladnánk. Szóval ne gondolja egyetlen nő sem azt, hogy ő magában képes lenne eltartani magát. Nem lenne képes, hogyha nem lenne rendőrség, akkor érdekes világ lenne, de én nem izgulnék különösebben attól a világtól, úgyis találnék egy kupac férfit, akivel ellennék, mint a barbárok. Én nem hiszem, hogy a nő ugyanezt el tudja mondani magáról. Szóval értse meg mindenki, hogy a férfiak azok, akik építik a világot, és akik fenntartják azt. És ez a jólét, amit most tapasztalnak a nők, ez csak azért lehetséges, mert a férfiak a gazdaságba bele dolgozzák azt az értéket, nem a bankszektor teremti azt elő, meg a pénzügyi szektor, vagy a szolgáltatás, ahol ők dolgoznak, vagy a bürokrácia, hanem az ipar, meg a mezőgazdaság, aminek a túlnyomó többsége férfiakból áll. És ez, ez mert egyébként nem is nem meg, maguk, így magunk közt meg. Szóval akkor csak érti ő is, világos? Úgyhogy ne legyen senki abban az álomvilágban. Televízió nézői közt szóval, ö, ö, de mégis a, ez, ez az attitűd, ez, ez könnyen egy érzékeny embernek, ugye könnyen levehető és átvehető. És azért ezzel is kell vigyázni. Szóval, hogyha felnő egy nő úgy, hogy ezek az idézőjelbe vett erős nők azok, akik től látja a viselkedés mintát, akkor ő ezt fogja tovább örökíteni, és kénytelen találni magának egy olyan partnert, aki ezt elfogadja, nem tudom ez mit mond az ő férjéről. És ez nem csak nála probléma, hanem a másik hölgynél is probléma. És még egyszer emlékeztetek valakit, aki elfelejtette volna, hogy ez állítólagosan valamiféle keresztény csapatot ábrázol. Ez nálunk is nagy feladat, főleg nekem még társul ez a művészettel is, ami ugye a színpad, meg, meg ugye egyáltalán, de ezt a kislányom szokta nagyon jól így feloldani, hogy anya, ez itthon nem a színház. Ezt jól jegyez meg, szóval ez így, és akkor mindig helyre vagyok téve. Tehát, ja, és akkor több probléma is ugye felmerül itt a, a családon belül, nem csak az, hogy, hogy ő az, aki próbál otthon is irányítani, hisz ezt viszi haza a munkából. Annyiszor elmagyaráztam már, ez olyan csodálatos példa, amiket ők itt szolgáltatnak nekünk, hogy csak nem lehet eleget beszélni róla, úgy tűnik. Nem, olyan nincsen, hogy egy nő elmegy a munkába, ott ő lesz a cégvezető, és akkor mindenkit irányít, meg dirigál, meg magyaráz, és ő a főnök, és hazamegy, és nagy hirtelen ő lesz majd az, amiről írt Péter, hogy a, engedelmeskedik az urának, meg engedelmeskedik a férjének, csendes, szelíd, meg ezek a dolgok. Akármennyire is ők szeretnék azt hinni, hogy ez így van, most mondta el, hogy nem így van, hogy ez egy örök feladat. Azért működik, mert talált egy olyan férfit, aki ezt elfogadja. Minél több ilyen nő van, annál kevesebb házasság fog születni. Mert ezek a nők nem fognak akarni azokkal a fajta férfiakkal házasságot kötni, akiket megint csak megmutattam. Ezekkel értető, ahogyan férfiasodnak a nők, úgy női esetnek a férfiak, ezért van egyre kevesebb házasság, hisz azt nem akarja egyik sem, hogy a másik ne passzoljon hozzá ugye az ellentétes nemi viselkedési jegyekben. Nálunk főleg, mert, mert ráadásul a férjem nagyon erősen szerepet vállalt a gyereknevelésben, és tehát nem akart kimaradni semmiből. Jó, azt hiszem, hogy ezen a ponton be kell, hogy fejezem, mert csak az idők végezetéig tartana ez a videó. Az, hogy a férfi szerepet vállal a gyermeknevelésben, nem tudom, hogy ez, én szerintem ez abnormális, akármennyire is akarjuk azt mondani, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy akármi, különösen amit ő mond most. Nem akart kimaradni semmiből, annyira, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy ő több volt csecsemőként a kislányunkkal, mint én. Hogy lehet többet csecsemőként egy apa, mint egy anya a kislányával, az azt akarja mondani neki valaki, hogy normális, arról nem beszélve, hogy keresztény ez az egész elgondolás? Nagyon ott akart lenni, és... És ez is például nagyon jó volt tehát a mi kapcsolatunkban, hogy, hogy abszolút ezek a hagyományos szerepek, ami ugye, hogy a férfi az nem nyúl a gyerekhez, csak a nő, és én, nem tudom, ez, ez, úgy feloldódott ebben, hogy igenis, ma már az 21. században ez is fontos, hogy, hogy, egy ilyen jellegű kapcsolatban, mint a miénk, ahol én az elég erős dominanciában vagyok, mint előtér, elő, állandóan reflektorfényben, meg egy erős egyéniség is vagyok de szerencsére ő is erős, és néha még erősebb is, mint én, Hogy lenne már erős? Hogy lenne már erős, ha többet volt a csecsemő gyerekkel, mint, mint az anyja? Érted A világ teljesen a fejete át, és ez az agapé, ami egy keresztény elgondolás lenne. És itt ilyen 21. századról van szó, meg erős nőkről van szó, meg hogy a férfi többet van, meg, meg több szerepet vállal otthon. Ez nem így működik sajnos. Akármennyire is ők szeretnék ezt a teremtő meghatározta nekünk, hogy mi az, amit szeretne, mi az ő elképzelése, hogy hogyan működjön egy házasság, és ha nem úgy működik, még akkor is, hogyha az működik, akkor sem elfogadható az az ő szemében. Teljesen mindegy, hogy mi mit gondolunk, vagy mit hiszünk, vagy mit vélünk, vagy a világ mit mond. Úgy működnek a dolgok, ahogy ő eltervezte, vagy nem működnek. És az, amiket ők felvázoltak, itt egyértelműsítik azt, amiről mindvégig beszéltem, hogy létezik ez a folyamat a társadalomban. És a kereszténység nem, hogy ettől próbálna elszakadni és mutatni egy olyan példát a világnak, ami követendő, hanem beleilleszkedik ebbe. Ezért van az, hogy ezt a videót megmutattam. És akit érdekel, nézze végig. De értse meg mindenki azt, hogy nem tudunk elszakadni attól a rendtől, amit az atya meghatározott számunkra, akár mennyire is vergődünk. Mindegy, hogy mennyi könyvet írnak erről, mennyi pszichológus, meg pszichiáter, meg családsegítő, meg szakember mondja azt, hogy ez nagyszerű, hogy, hogy megváltozott ez az egész, az egyenjogúság, és stb. Ez akkor sem lesz így, hogyha mindenki egyetért abban, ami helytelen, az akkor sem lesz igaz. Ami igaz, azt nekünk leírta az Atya és ott van a Bibliában, hogy mi az, amit ő elvár. Szóval mindenki csak nyissa ki azt. De amíg ezek az erők dolgoznak a háttérben, azzal a lendülettel, és feltartózhatatlan erővel, amivel addig, és a kereszténység is azt kezdi képviselni, akkor nem tudom, hogy ki az, aki megpróbálja majd ezt megállítani. És érti mindenki, hogy miért mondom azt, hogy ezt nem lehet megállítani? Mindenki egy követ fúj, mindenki kivétel nélkül egy követ fúj. Most már a kereszténység is. Az ökumenikus mozgalommal pedig az egész világ összes vallása egyet fog érteni ebben. Szóval mi akkor a mi sorsunk, akik nem értünk egyet ezzel? Vége. Vége az egész mindennek vége. Hamarosan. Úgyhogy készüljön erre föl mindenki. Én nem aggódom egyáltalán. Hiszem, hogy az Atya velünk lesz, mint ahogy azt ígérte, mint ahogy eddig is velünk volt. Szóval csak ki kell tartani ezen az úton. Nincs senki, aki őt legyőzze. A világ az elpusztul. De mindazok, akik követik az ő szavát, azok élnek örökké. Köszönöm a figyelmet, remélem hasznos volt ez a videó. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!